Szárgávárosi könyvtárban várták az érdeklődőket péntek délután, ahol egy nem mindennapi kiállítás kapott helyet. Ezúttal ugyanis festett kavicsokon és kavicsokból készült képeken elevenednek meg helyzetek, figurák és érzelmek. Göncz Varga Judit kavicsképei üzeneteket hordoznak magukban, amit most első kiállításának keretében a nagy érdemű is átélhet. A Megnyitón a Lélekgyurma műhely tagjai készültek színes műsorral. Életre kell a kőbe zár szépség, értelmet kap sok évmilliárd. Szemedre ül a végtelen lépték, ugye már hallod a lélek szavát. A kiállítást Bencsik Sára Boglárka ajánlotta a résztvevők figyelmébe, aki már gyermekkora óta ismeri Göncz Varga Juditot. A személyes emlékek mellett Bencsik Sára elmondta, Göncz Varga Juditnak más a kapcsolata a kavicssal, máshogy hajol le azért az egyért, amiből aztán alkotásokat készít, hiszen abban az egyben az ő gondolatainak, érzéseinek hordozóját látja. Társaimmal együtt élhetjük meg Judit gondoskodását, odafigyelését, lehetünk saját különleges kavicsai, akiket a kavicstengerből kiemelve ragyogtat úgy, ahogy teszi ezt azokkal a mesélő kavicsokkal, amiket most is itt láthatnak. Ezek a kavicsok is csak egyek voltak a sokból, amit partra mosott a víz. A Juditból áradó belső harmónia, művészet, empátia kellett ahhoz, hogy ezek a kavicsok ma itt ragyoghassanak, különlegesek legyenek és mesélhessenek. A képek mellett idézetek, történetek is olvashatók, amikről Göncz Varga Judit stábunknak elmondta, olykor egy történet vagy idézet ragad meg benne, ahhoz készülnek a képek, de sokszor a kavics formája, színe indítja el benne az alkotás folyamatát. Mondhat, én egészen gyerekkoromig nyúlnak vissza a szálak, hát köszönhetem a szüleimnek, akik sose rángattak el a folyópartokról, ahol teletömhettem a zsebeimet mindig a kis kavicsokkal, érdekesebbnél érdekesebbekkel, és hát egy kicsit ilyen hosszúra nyúlt lelkesedésemmel született meg bennem az elképzelés, hogy valamiféle varázslatos világot, mesélő köveket alkotok minden egyes különleges kis kavicsból, ugyanis nincs két egyforma kavics, mindegyik más-más üzenetet hordoz, és ha az ember a tenyerébe fogja, mindegyik valóban egy különleges kis lélek lenyomatot is tud üzenni számunkra. A Göncz Varga Judit alkotásaiból készült Mesélő kavicsok című kiállítással egészen február 29-ig várják az érdeklődőket a Hunszárgávárosi könyvtárban.